Folyamatosan készülnek a koronavírus járvány berobbanására a Szekszárdi Balassa János Kórházban. Az intézményben két külön épületet alakítottak ki a vírusos betegek fogadására. A korábban rehabilitációs és belgyógyászati osztályoknak használt területek pedig most arra készen is állnak. Ezt mondta Németh Csaba, a kórház főigazgatója. Most 310 szabadágy, 28 lélegeztetőgép, valamint 20 darab lélegeztetésre is alkalmas altatógép van a kórházban. A héten pedig további ágyakat szabadítanak fel az országos tisztifőorvos utasításának megfelelően. A cél, hogy akár 500 beteget is tudjanak egyszerre kezelni. Ezekből az épületekből az ellátást a más meglevő épületeinkbe költöztettük át, illetve az olyan teljesen tervezhető és nem sürgős ellátást nyújtó osztályokat, mint például a rehabilitáció, azt most átmenetileg szüneteltetjük. És ebben a két épületben fogjuk kialakítani, tehát alakítjuk ki folyamatosan a járványos ellátásnak a feltételeit. A kórházban folyó munkát szerdán Ács Rezső Szekszárd polgármestere személyesen tekintette meg. Ezt követően arról beszélt, megnyugtató volt látni, milyen nagy erővel készül a kórház a koronavírus járvány terjedésére. Látva a helyszínen a felkészültséget, a várható kihívásokra a kórház felkészült, eszközállomány, emberállomány tekintetében is. Úgyhogy biztos vagyok benne, reméljük, hogy nem lesz erre szükség, de amennyiben szükség lesz erre az ellátásra, akkor itt a tolnamegyeiek és a szekszárdiak is a lehető legjobb ellátást fogják kapni, hiszen minden eszköz és minden lehetőség adott lesz ahhoz, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsuk számukra. Ács Rezső arról is beszélt, hogy a város szociális ellátórendszerében dolgozók mellett a házi és a fogorvosoknak is szerzett be védőfelszereléseket az önkormányzat. Az alapegészségügyi ellátásban, fogorvosi ellátásban a védőfelszereléseket folyamatosan szállítjuk. Eddig 1000 maszkot tudtunk kiszállítani házi orvosoknak, és 110-et pedig a fogorvosoknak, és ezt folyamatosan pótoljuk is. Tolna megyében szerdán 14 igazolt koronavírusos beteg volt, egyel több, mint kedden. Közülük egy főt ápolnak a szekszárdi kórházban.